2009. szeptember elején volt egy bizottsági ülés, amit megelőzött egy nyilvánosságra került dokumentum, az internetre kikerült egy akkor 3 oldalasnak gondolt, később kiderült 4 oldalas dokumentum, és ez olyan elemeket tartalmazott, ami alapján azt lehetett feltételezni, hogyha ez mind valós, hogy itt a Nemzetbiztonsági Szolgálat minimum rendkívül súlyos hibákat, mulasztásokat követett el. Ficsor volt akkor a minisztere a Bajnainak, elindított egy belső vizsgálatot, a Balajti László, a főigazgató vezette az MBH-nál, és az MBH-s vizsgálat, amit kiderített, illetve amit felszínre hozott ez a belső vizsgálat pár nap alatt, annak a vége az volt, hogy ezt első helyen a Nemzetbiztonsági Bizottság elé tárták. És a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjai, így én is, ott ismertük meg ezt a tartalmat, ami elég kemény volt, mert lényegében megerősítette mindazt, ami abban a anyagban kiderült, tehát hogy nem egy konteóról van szó. Kiderült belőle, hogy leállították Kis Istvánnak, aki a másodrendű vádlott volt a perben, a megfigyelését, hogy fegyverbeszerzési törekvése volt, és még tartalmazott egy-két kitételt, ami alapján a Fitchor szerintem egyébként helyesen kimondta azt, hogy hát itt olyan súlyos hibákat követtek el a szolgálatoknál, hogyha ez nem történik meg, ez a hiba sorozat, akkor hamarabb is el lehetett volna fogni az elkövetőket. Most ez volt az a pillanat, ami a nemzetbiztonsági törvény ismeretében megalapozta és indokoltá tette, hogy egy kezdeményezéssel éljek, még ott a bizottsági ülésen jeleztem, hogy szerintem akkor fel kell állítani egy ténymegállapító bizottságot. Erről kevesen tudják, vagy nem közismert, hogy a ténymegállapító vizsgálat az nem azonos a általános vizsgáló bizottságos dival, tehát a parlamentben sok ilyen színházzá fajult bizottsági vizsgálat volt. Ez nem ilyen. Itt nem az van, hogy behívnak valakit, mondjuk egy banki tisztviselőt, vagy bármilyen szereplőt, akár állami igazgatási szereplőt, vagy egy nem ilyen érintettségű szemét, és akkor az azt mondja, hogy hát nem megyek el, vagy mondok, amit mondok. Itt arról van szó, hogy a nemzetbiztonsági törvény rendelkezik elég konkrétan arról, hogy ez egy törvényességi vizsgálat, ahol a titkosszolgálatoknak betekintést kell biztosítania a vizsgálattal összefüggésben a műveleti dokumentumokba, illetve meghallgatásokra is sor kerülhet a bizottság vagy egy ilyen ténymegállapító vizsgálat esetében. Azt szeretném kérdezni, hogy szerinted azt a 3 vagy 4 oldalas dokumentumot, ami valamikor ugye 2009. augusztus végén került az internetre, azt olyan kiszivároghatta ki? Milyen tudással kellett rendelkezni annak, aki ezt kiszivárogtatta? Ugye még talán nevet is gondolok, de azért, hogy erre erős... Sipoljuk. Ne. Szóval, hogy ez lehet a Hajdú-Bihar megyei MBH-ból, de lehet Budapestről is. Ugyanis azért ne felejtsük el, 2009-ben vagyunk, 2009 kora őszén, vagy nyár végén pontosabban, és hát sokan, tulajdonképpen aki józanul gondolkodott, teljesen tisztában volt, hogy itt kormányváltás lesz. Szolgálatoknál is gondolkodtak ebbe, és egyébként is nem mindenki lehetett elégedett a működéssel, ráadásul erre az ügyre tényleg kritikusan lehetett belülről is ránézni, tehát én azt vélelmezem, hogy belülről volt olyan érdek, aki nézőpont, olyan részéről is, aki már azon is gondolkodott, hogy ő hogyan pozícionálja magát majd a váltás után, és kitolta ezt az információt. Ettől ennek a kitolásnak a szakmai elfogadhatatlanságát én most félretolom, mert egyébként meg közérdekből ez hasznos volt, hogy ez kiderült. Tehát én azt gondolom, hogy van az a helyzet, akár egy titkosszolga esetében is, amikor
hát olyan törvénytelenségek sorozatát észleli, vagy olyan súlyos molesztások sorozatát észleli, hogy azt gondolja, hogy mégiscsak az lenne a jó, hogyha ez nem maradna így. És mondjuk akár van váltás, akár nincs váltás, hát ezzel szembesülne a nyilvánosság, és azt követően eljutnánk valamiféle rendszer szintű kezelésig, belső vizsgálatig. Tulajdonképpen ezt a funkcióját ez a dokumentum betöltötte, hogy ezentúl milyen politikai motiváció volt még a dolog körül, arról is lehet gondolkodni, de annak kevésbé látom értelmét. Megnézzük a vádemelést, akkor azt látjuk, hogy 4 elkövetővel szemben emeltek vádat, és amikor volt módon belenézni nyomozatiratokba, tanúkihallgatásokba, a vádlottak meghallgatásába, akkor hát egy ilyen erős kétség volt bennem a tekintetben, hogy mennyire van törekvés arra, hogy ezt a nyomozást kellő mélységben végigvigyék, mint hogyha a kötelező minimumnál állnának meg a rendőrök, tehát hogy megvannak a közvetlen elkövetők, tök jó, megvan oldva az ügy, jelentem ezzel nincs megoldva az ügy, csak de gondolhatták, vagy mint hogy ez rajzolódott ki legalábbis nekem, hogy az elkövetők megvannak, vádat tudunk emelni, de a kapcsolati háló, a esetleges bűnsegédi körnek, támogatói körnek a felelése irányába nem láttam, nem hogy rendkívüli igyekezetet, elegendő igyekezetet sem. És akkor ott vagyunk annál a körnél, amelyik szerintem hiányzott a vádlottak padjáról, akik támogatták ezt, támogathatták ezt, most ugye csak ezt tudom mondani, ezt a bűncselekményt. Számos dokumentum értékelés jelent meg arról, hogy az elkövetési mód és az elkövetésnek a kivitelezése, annak a szervezettsége, az azzal összefüggő költségigény, ez egyszerűen nincs meg alapból az elkövetői körnél. Hogy igenis itt voltak támogatók, olyan támogatók, segítők, akiket a BTK meghatározása szerint nyugodtan nevezhetünk bűnsegédeknek. Ráadásul a bűnsegédek esetében azt kell, hogy mondjuk, hiszen életellenes bűncselekményekről van szó, ahol 6 áldozat van, hogy ezek nem mévülnek el. Tehát, hogyha valaki egy ilyen ügyben közreműködött, az ellen illik kötelező beélesíteni az eljárásokat, hogyha van elegendő információ erre. Itt nem 4 izolált személy támadás sorozatáról volt szó, hanem ezek egy beágyazott támogatói, szurkolói, velük azonosulói körön túl még közvetlen segítők is voltak, és ezt látom egy problémának, hogy ennek a feltárása ez megakadt. A Fidesznek 2010-ben, 14-ig semmi különösebb baja nem volt a Jobbikkal, és a Jobbiknak a orosz finanszírozási szál érintettségét se vizsgálták különösebben, az iráni finanszírozási szál érintettségét sem vizsgálták különösebben, a roma gyilkosságokkal összefüggésben sem került szóba a Jobbik. 19-re, amikor már egy 20%-os pártán nőtt, és az egy fenyegető veszély volt, hogy a kormányváltásban, ha a Jobbik magatartás ilyen vagy olyan, akkor akár szerepet is játszhat a Jobbik, és veszélyt jelentett a Fidesz számára, akkor beküldenek egy nyugalmazott rendőrtábornokot, hogy elítélt életfogytig elítéltől valami olyan terhelőket szedjenek ki, amit majd tudnak aztán használni. Hát ezt én olyan dolognak tartom, ami nem kéne, hogy következmények nélkül maradjon, és Kis Árpádnak ez később összeállt, mert feljelentette a horvát dandártábornokot. Ezzel együtt nem tudok róla, hogy ez az ügy annyira beélesedett volna, vagy eljutott volna olyan szakaszba, hogy a érintettel szemben a eljárás következményekig elment volna. Az egy kényes kérdés, hogy
2010-ben a titkosszolgálatok műhiba sorozata az én állításom szerint nem történt volna meg, hogyha a politikai vezetés egyértelmű belvárásokat támaszt az ügy felderítésével összefüggésben. És ugye ezért is hallgattuk meg a Szilvásit, a Draskovicsot, és én ezt egy óriási politikai felelősségnek tartom, ami számomra kirajzolódott, hogy hogyan álltak ehhez az egész ügyhöz. És 2010-ig nem volt világos, hogyha lesz egy kormányváltás, amivel azért lehetett számolni, akkor vajon az új kormány hogyan áll hozzá ehhez az előzményhez, és tud-e, akar-e mélyebbre menni, mint ami látszódott. És most azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt ahogy a vádemelésre sor került, amilyen körülmények között zajlott a per, tehát a bírósági helyszín kiválasztása például, és a körüli, az egész per körüli kormányzati média kommunikáció, valamint az, hogy a Hende ugyan elindít egy vizsgálatot a KBH-nál 2010 nyár elején, és az eredmény elég egyértelmű, ugyanakkor a következmény az egyfelől oké, hogy KBH vezetők ellen eljárás indul, per van belőle, de hogy lényegében itt megáll a dolog. Az a típusú kiterítése, kibeszélése a dolognak nincs meg, ami indokolt lett volna. Ugye az előbb érintettünk jobbikos szálat, de tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a Fidesznek, ahogy a jobbikhoz való viszonya nagyon hasonló volt egyébként, mint ahogy most a Mi Hazánkhoz való viszonya, hogy a mi hasznos idiótáink, akikkel még háttéralkukat is lehet kötni, és kimondanak dolgokat, meg jó is az, hogyha van egy széljobber dolog, mert akkor mi itt vagyunk a centrumban, és emellett, hogyha kell, akkor kisegítenek bennünket, tehát azért voltak olyan parlamenti kommunikációs szituációk, szavazási helyzetek, ahol kifejezetten hasznos volt a Jobbik és most a Mi Hazánk, ugye az a Mi Hazánk, akinek a vezetői korában a szovjet emlékművet el akarták bontani, most Paks 2 mellett tartanak, és az orosz háború kapcsán tartanak lényegében orosz propaganda beszédet, tehát azt látom, hogy nem volt politikai érdek ezt az ügyet teljes körűen föltárni, nem volt a nyomozó hatóságok felé ez az elvárás kellő határozottsággal megfogalmazva. Magyarán azt állítom, hogy nem pusztán az történt, hogy ott néhány rendőrben nem volt kellő szorgalom, hogy végigfejtsen szálakat, hanem a Jobbik esetben akkor azt mondom, hogy hát vagy nem is a Jobbik, hanem a megengedőbb esetben az történt, hogy nem kaptak erős elvárásokat. A rosszabbik verzió szerint pedig az, hogy hát tulajdonképpen az ellenkezőjét kapták, hogy nem kell ezt túltolni, gyerekek, tehát legyünk rajta minél túl, megvan a 4 elkövető, nekünk ennyi elég, és nem megyünk a mélyére, és ugyanúgy, ahogy a nyomozás során, ugyanúgy a per kapcsán is hiányzott az a kibeszélése, kitárása az ügynek, kinyitása az ügynek a nagy nyilvánosságban, tehát a média egy részére és sajátosan korlátozódott be ennek az ügynek a továbbgondolása, a tanulságok levonása.